És mindjárt beszélünk arról is, hogy Orbán Viktor a Magyar Rádiónak ma mit mondott az IMF megállapodással kapcsolatban. Bauer Tamás a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! De kezdjük ezzel a bizonyos kamatcsökkentéssel. Azt ugye hallottuk előtte is, hogy mit reagált már előre a piac, tehát hogy mit várnak a monetáris tanács döntésétől, aztán hogyan reagálták magát a döntést. Aztán jöttek ezek az információk, hogy a monetáris tanács kormány többség által megválasztott tagjai állítólag már egy papíron odaadják, hogy mit kell dönteni. De akkor még menjünk vissza a történetbe. Egy kamatcsökkentés, az kinek jó? Hát elvileg a kamatcsökkentés annak jó, aki hitelt akar fölvenni, és annak rossz, aki pénzt akar a bankba kamatra tartani. Betenni. Tehát elvileg a kamatcsökkentés gyengíti az érdekeltséget a megtakarításban, és könnyíti a hitelfelvétel, a befektetés gazdasági feltételeit. Na, hát én is így tudtam, úgyhogy innentől, tehát ha ez az alapigazság, ez él, akkor ez nem egy rossz döntés, a megtakarítások szempontjából nyilván, de ha a megtakarítást azt mondják, hogy akkor nem is megtakarítok, inkább költök, akkor az mondjuk lehet fogyasztás serkentő tényező, a könnyebb hitelhez való jutás az pedig hát a gazdaságnak jobb tenne. De mitől nem áll meg most ez a képlet? Ez így volna, igen. Csak az a helyzet, hogy az, hogy van-e beruházás egy országban, annak normális feltételek között a kamat csökkentés lehet egy ösztönzője. Tehát egy normálisan működő piacgazdaságban, ahol van egy kiszámítható kormány, amelyik nem hoz önkényes döntéseket, ott a befektetők figyelnek arra, hogy hogyan alakul a kamat, és ha a kamat csökken, akkor inkább vesznek fel hitelt, mert az azt jelenti, hogy könnyebben lehet azt a hitelt visszafizetni, kevésbé jövedelmező vállalkozásait is meg lehet valósítani hitelből. Tehát ilyen értelemben a kamat csökkentésnek ez a hatása. Másfelől azonban, mint azt az előbb mondtam, annak, aki a pénzét megtakarítja, annak az érdekeltségét csökkenti abban, hogy megtakarítsa a pénzét, és még egyet hozzáteszek, kevésbé érdekelt abban, hogy Magyarországon tartsa a megtakarított pénzét. Esetleg csökken egy ilyen kamatcsökkentés, az azt jelenti, hogy ha én befektető vagyok, eddig azt mondtam, hogy inkább Magyarországon tartom a megtakarításaimat, és nem mondjuk Ausztriában vagy Szlovákiában, mert Magyarországon magasabb a kamat. Abban a pillanatban, amit a kamatot csökkentik, akkor a megtakarító oldaláról nő a hajlam, hogy külföldre vigyem, ha egyébként szólnak érvek a külföldre vitel mellett. Mi van a hitelekkel, tehát mi van a hitel oldallal, hogy mitől nem hajtja ez a gazdaságot, azt most csigázzuk az érdeklődést, és a reklám után fogjuk elmondani, úgyhogy maradjanak velünk. Tehát ott hagytuk abba Bauer Tamással a beszélgetést a reklám előtt, hogy a betéti kamatok, ha csökkennek, az bizony nem tesz jót a megtakarításoknak. És mi van ezekkel a bizonyos hitel kamatok csökkenésével? Az meg jót kéne, hogy tegyen a gazdasággal. Az a helyzet, hogyha van egy ország, ahol a kamatláptól független az úgynevezett intézményi feltételek miatt, tehát amiatt, hogy a kormány teljesen kiszámíthatatlan és önkényes módon avatkozik be állandóan a gazdasági életbe, különadókat vet ki, bankadót vet ki, ezt von el, azt von el, amazt von el, és sose lehet tudni, ma például nem lehet tudni, hogy néhány hét múlva milyen módon fogják megpróbálni kiegyensúlyozni a költségvetést. Egy ilyen országban hiába csökkentik a kamatot, nem jönnek beruházók. Viszont a megtakarítókat, akiket szintén sújt a kormánynak ez a kiszámíthatatlansága, azok meg kiviszik a pénzüket. Őket meg riasztja egy kamatemelés. Tehát a pozitív hatás nem érvényesül, a negatív hatás érvényesül. És van még egy dolog, ami a legsúlyosabb ebbe a kamatcsökkentésbe. Ugye a jegybank, a Nemzeti Bank feladata az forint védelme az inflációval szemben, az infláció leszorítása. Erről szól a jegybank törvény. Na most a jegybanknak a fő eszköze az infláció ellen az a kamatpolitika. Ha az infláció emelkedik, akkor a banknak kamatot kell emelni. Hogy visszaszorítsa a keresletet. Emelkedik.
Na most az infláció pedig hosszú ideje emelkedik, ugye a jelenlegi 6%-os inflációnkkal a legmagasabb inflációs átlagot mutatjuk az Európai Unióban. Na most a befektetők, a vállalkozások számára azt látni, hogy miközben az infláció emelkedik, a jegybank csökkenti a kamatot, az eleve a megbízhatatlanság jele. A jegybanki politika, amit most már nem a Simor András vezette elnök és alelnökök határoznak meg, hanem az Orbán Viktor által delegált 4 tag, tehát jelenleg ténylegesen már Orbán Viktor és Matolcsy György irányítja a jegybankot, és a befektetők, a vállalkozók azt látják, hogy a most már a jegybank monetáris politikája ugyanolyan kiszámíthatatlan, bizonytalan és áttekinthetetlen, mint amilyen az egész gazdaságpolitika. Ha önnek igaza van, és áttételesen, de Orbán Viktor és Matolcsy György irányítja a Magyar Nemzeti Bankot, akkor ezt a lépést, hogy legyen kamatvágás, akkor ők, ha ők kérték, miért kérték? Azért kérték, mert az egyik módszer a költségvetési hiány mérséklésére az az infláció. Az infláció bizonyos bevételeket növel, aha, a kiadások pedig nem emelkednek automatikusan az inflációval. Egyetlen egy olyan kiadás van a nyugdíj, amelyet elvileg, és nem csak elvileg, gyakorlatilag is együtt emelnek legalább utólag az inflációval. Minden más költségvetési kifizetés, minden más segély, juttatás, ami még maradt, amit még nem szüntettek meg. Az nem infláció, az arányosan növekedik. Infláció viszont követő. A bevételek azok igen? A bevételek viszont többé-kevésbé igen. Másrészt őnekik az a politikájuk, ugye, hogy nem a jövedelemadókat növelik, hanem a fogyasztási típusú adókat növelik. Ez járul hozzá az infláció emelkedéséhez. És az inflációról tudjuk, azt úgy szokták hívni, hogy a szegények adója. Az infláción keresztül attól is elveszik a pénzt, aki ezt nem veszi közvetlenül észre, és attól is elveszik a pénzt, akinek semmiféle jövedelme nincs, nyugdíjas, munkanélküli, gyerek, és így tovább, és így tovább. Tehát ez az inflációs politika, amit az Orbán-Matolcsy féle jegybankvezetés csinál, ez azt a célt szolgálja, hogy miközben arról szavalnak, hogy nem az emberek rovására, közben valójában az emberek rovására, méghozzá a kevés vagy semmi jövedelemmel nem rendelkezők rovására is próbálják megoldani az egyensúlyi problémákat. Tehát ez egy gazdasági kiszámíthatatlanságot, bizonytalanságot jelentő politika, szociálisan is káros politika, ami ráadásul tovább rontja az IMF megállapodás előnyeit, hiszen az IMF ott segít, ahol stabilitása irányuló intézkedéseket lát. Nálunk nem stabilitása irányuló intézkedéseket hoz a kormány, és most már ebben a 2 hónapban a jegybank is, hanem ellenkezőleg destabilizáló intézkedéseket. Hát, így távolodunk. Mindezek ellenére az IMF megállapodástól? Az IMF megállapodás lehetőség. Szóval mindezek ellenére az IMF megállapodás megkötéséről ma pozitívan nyilatkozott éppen a miniszterelnök, de azt is elismételte újfent, hogy nem magunk miatt van erre szükség, hanem az eurózóna válsága miatt, magunk miatt mi annyira rendben vagyunk. Egyébként tehát például ez a monetáris tanácsi politika, ez a fajta döntések sorozata, és mondjuk egy létező, majd a létező IMF-hitel, tehát például ez kioltja majd egymást? Tehát, hogy akkor azt mondják a befektetők, hogy ja, tényleg az elmúlt hónapokban az MNB döntését nem értettük, de itt van az IMF-hitel, akkor megyünk, vállalkozunk. Nem lesz IMF-hitel, úgyhogy nem lesz ilyesmi a lehetőség. Ja, tehát akkor ne is gondolkodj a kezem. Akárhányszor itt voltam, mindig ezt mondtam. Önmagában az a kampány, amit Orbán Viktor és Orbán Antal vezetésével a 2008-as megállapodás ügyében folytatnak, ez önmagában azt mutatja, hogy nem akarnak megállapodást. Hát ez mutathatja azt is, hogy először monszerolni kell a 2008-as IMF megállapodást, majd utána elmondhatjuk azt, hogy
Ugye hallottátok az elmúlt hónapban, hogy mennyire rossz volt az, na ehhez képest mi sokkal jobbat kötöttünk. Mi volt a 2008-as megállapodás? Hát Orbán Viktor ma azt mondta, hogy Bajnai Gordon által végrehajtott megállapodás. Igen. Bajnai Gordon neve mostanság nem a válságkezelő kormányfőként kerül elő, hanem mint Orbán Viktor lehetséges kihívója. Hát, ma Orbán Viktor összekötötte őt a riasztónak nevezett 2008-as IMF hitel végrehajtó szerepkörével. Most nem ő vette fel. 2008-as IMF hitel az valóban nem belső okok, valóban nem belső okok miatt volt szükség, vagy csak részben belső okok miatt, ugyanis a 2008-as IMF hitel hozzájárult ahhoz, hogy a második Gyurcsány kormány tovább folytathasson egy helyes politikát. A második Gyurcsány kormány ugyanis azt a helytelen politikát, amit a Megyesi kormány, meg az első Orbán kormány 2000-től elkezdett, ami megalapozatlan költekezést hozott az ország a 2000-től. De azért ezt folytatta egy darabig Gyurcsány első kormány. Orbán kormány, nem. De az első Gyurcsány kormány is folytatta. És a Megyesi kormány két évében folytatódott ez a, annak az elején főleg ez a megalapozatlan költekezés. Az első Gyurcsány kormányban nem volt elő ennek a megállítására, ez így igaz. Ó, hát akkor ne szépítsünk. Tehát mondjuk akkor mondjuk Megyesi Péternek sem volt ereje megállítani Orbán Viktor. Első, az MSZP-SZDSZ kormány 2002-ben egy hatalmas költekezési akcióba vágott bele. Az első Gyurcsány kormány pedig nem vállalta ennek a megállítását, és kétség kívül olyan adócsökkentéseket hozott, amelyek akkor irreálisak, és tegyük hozzá, felelőtlenek voltak. Ennyiben járult hozzá az első Gyurcsány kormány. A második Gyurcsány kormány azonban végrehajtott egy fordulatot, elkezdte visszavenni a már az alaptalanul, megalapozatlanul, fedezet nélkül kiáramlott jövedelmeket, és az IMF megalapodás előtt már eldöntötte azt, hogy például részben visszaveszi a 13. havi nyugdíjat, részben visszavesz sokféle jövedelmet, nagyon kellemetlen intézkedések hát voltak ezeket. Aztán jól meg is hálálták és a kedves választópolgárok, tehát ebbe bele is buktak. És az IMF megállapodásnak fedezete volt mindaz az intézkedés, a 2008-asnak, amit a Gyurcsány kormány az IMF megállapodásról függetlenül már elhatározott, de jött közbe az amerikai eredetű nemzetközi pénzügyi válság, beszálladtak a hitelpiacok, Magyarország nem kapott hitelt, és ezért volt szükség az IMF megállapodáson. Most viszont az a kérdés, hogy az Orbán kormánynak IMF megállapodáshoz a saját 2010 óta folytatott hibás gazdaságpolitikáján kellene változtatnia. Orbán Viktor minden alkalommal azt teszi világossá, és eltesz rá egy lapáttal nem csak Rogán Antal, de még Varga Mihály is, hogy nem akarnak változtatni azon a politikán, amit 2010 óta folytatnak, és amelyik nem alkalmas arra. Akkor pedig nem lesz IMF megállapodás. Mindenek előtt arra nem alkalmas, bocsánat, igen? Hogy növekedés legyen a magyar gazdaságban, és ahol nincs növekedés, ahol elriasztják a befektetőket, nincs növekedés, ahol még azt is mondja Orbán Viktor, hogy sosem csinálunk eurót, azért kötöttük ki, itt az tettük alkotmányba az eurót, hogy sose legyen euró kétharmad nélkül, holott az euró bevezetésére Magyarország kötelezettséget vállalt, az alaptörvényük ellentétes az Európai Uniós megállapodásunkkal is. Hát majd és módosítjuk az a... Egy fél mondat még. És tehát Orbán Viktor nem képes, nem akar olyan változtatást a gazdaságpolitikában, amitől elkezdhetne növekedni a magyar gazdaság, és emiatt az IMF nem köthet ezzel az Orbán kormánnyal megállapodást. Itt nem a részletkérdéseken fog múlni, hanem az egész gazdaságpolitika irányváltásán. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.